Kedves testvérek, a felebaráti szeretet egyik nagy alakja, Boldog Frederik Ozanam, egy nagyon vallásos családban nőtt föl, de aztán kamaszként elkezdett a hittől eltávolodni. Többek között zavarta az, hogy a keresztények annyira kevés jót tesznek. Gyakran mondogatta is, elegem van már a szavakból. Tegyünk már végre valamit. Legkedvesebb bibliai helye a szeretet himnusz volt. És egyetemista fiúként elkezdte látogatni a város szélén a szegényeket, nyomornegyedeket, ennivalót vitt, segített, ügyeket intézett. Annyira elkapta őt ez a dolog, hogy később egy zseniális tehetségű ember lett, Sorbon Egyetemen tanított, méghozzá úgy, hogy az előadásaink gyakran diákok megtértek, Európa szerte rengeteg helyre hívták, híres folyóiratokban cikkei jelentek meg. És mégis, bár családos ember volt, minden délután, ha csak tehette, kiment legalább egy szegényt meglátogatni. Rengeteg Szent Vince kört alapított aféle karitás csoportokat, több ezer ilyen csoport született a munkássága nyomán. Elegem van már a szavakból, tegyünk már végre valamit. Kedves testvérek, a mai evangélium is, mintha ugyanerre figyelmeztetne. Jézus azért korholja a farizeusokat, mert tanítják, de nem teszik. Hányszor mi is ilyenek vagyunk. Nagyon figyelünk a külső látszatokra, milyennek látnak minket az emberek. Próbáljuk mutatni, hogy egy jó család vagyunk, rendes emberek, hogy belül valójában milyenek vagyunk. Ezt igen gyakran ügyesen rejtegetjük. Egyszer egy világhírű íróhoz nagyon sok vendég jött, az író sziporkázott, szóval tartotta az egész társaságot. És ugyan búcsúzkodtak, az egyik vendég azt mondta az író kislányának, hogy milyen boldog lehet, hogy ilyen nagyszerű édesapja van. A kislány szívébe valami belenyilat, és magában arra gondolt, ha ezek a vendégek tudnák, hogy az ő édesapja néha a négy fal között, amikor nincs vendég, akkor milyen, hogy mennyit szenvednek néha tőle. Hányszor kifelé mutatjuk a szép arcunkat, és az életünk reálisan nagyon is sebzett. A mai evangélium erre hív. Legyen hitelesebb az életünk. Hogy Szent János mondja, testvérek, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Egyszer egy üzletember csoport repülővel utazott, nagyon nagy késésben voltak, és rohantak az egyik repülőtől a másikig. És a nagy rohanásban nem vették észre, pont egy vak kislány árultott a repülőtéren almákat, gyümölcsöket. Nem tudott ügyesen félreállni és elhúzni a portékáját. Belerohantak, rengeteg alma szétgurult. Ők hátra néztek, de aztán rohantak tovább, nehogy lekéssék a repülőt. Azonban az egyik közülük utolsó pillanatban mégis megtörpant. Azt mondta, hadd menjen ez a repülő. Visszament ehhez a vak kislányhoz, összegyűjtögette az almákat, amelyik tönkre ment, ezt ki is fizette. Aztán bocsánatot kért. A kislány döbbenettel, ámulattal odafordult ehhez az emberhez, és azt mondta, Uram, maga Jézus,
Milyen jó lenne, ha néha nekünk is lennének ilyen gesztusaink az életben, ahol valakinek az jut az eszébe, hogy mintha maga Krisztus lenne itt jelen. Tudok-e néha embereket meglepni a szeretetemmel, nagy lelkűségemmel, segítőkészségemmel, megjeleníteni Krisztust ebben a sokszor annyira hideg világban? Vannak olyan nehézségek, olyan szenvedések, fájdalmak az életben, amit semmilyen állami, szociális háló nem tud megoldani. Csak a keresztény ember fantáziája, szeretete, embertől emberig adott segítség. Erre a fajta segítségre mindig szükség lesz a világban. Annak az embernek a tekintetére, akinek egy szegény, egy beteg, egy idős, nem egy probléma, nem egy megoldandó eset, hanem egy ember, akinek neve van, története van, szíve van, fájdalmai és örömei. Erre a fajta keresztény szeretetre mindig és mindenütt óriási szükség van. Mennyire fontos lenne megtanítani ezt a gyerekeknek, fiataloknak. Végtelenül hálás vagyok a szüleimnek azért, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Emlékszem arra, hogy édesanyám egész kicsik voltunk, mindig beszélt erről, hogy milyen fontos jót tenni, segíteni időseknek, betegeknek, amikor csak tudunk, segítsünk. Egészen pontosan emlékszem a legelső alkalomra, amikor ezt nagyon tudatosan, már kicsi gyerekként tettem. Egy idős nénit lesegítettem a lépcsőn, és emlékszem arra a hatalmas örömre is, amit átéltem. Mennyire fontos lenne építeni a szeretet civilizációját. Teréz anyáról olvasom, egy hindu haldokló mellett volt, kötözte, ápolta a sebeit, és a hindu rettentően félt. És kérdezte tőle, hogy nővér, te hiszel? Hiszel az örök életben? Biztos, hogy van folytatás a halál után? Teréz anya hirtelen nem mondott semmit, hanem a gennyes, undorító sebeket végtelen szeretettel törölgette, gyógyította. A haldokló hindu egyszer csak megfogta Teréz anya kezét, és elkezdte hosszasan nézni a tekintetét. Perceken át nézte, és aztán lassan csak ennyit mondott: most már hiszek. A hitünket a szeretetünk által tudnánk átadni. Ez a cselekedet hitelesíti a kereszténységünket. Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. És befejezésül hadd idézek még egy esetet Teréz anya életéből. Ausztráliában járt egy új házat, alapított akkor a közösség, és Teréz anya általában nem tudott egyetlen napot se anélkül eltölteni, hogy ne menjen ő is személyesen szegényeknek segíteni. Kicsit megszökve a nagy ünnepi fogadó bizottságtól, elkezdte járni Melbourne utcáit, és egyik kapuajból, a szagról megérezte, hogy talán valaki ott lakik. Bement, és ahogyan lenézett a lépcsőháznak a legaljára, a pincébe valóban, ott élt egy hajléktalan ember óriási szemétben. Teréz anya lement, szó nélkül elkezdett ott takarítani, mindenfélét kihordott, volt nála néhány szál virág, egy-két szentkép, kicsit kidészítette azt a helyet. És a sok szemét között talált egy kicsi mécsest. Nagyon megörült, odalépett a hajléktalanhoz, és mondta, hogy nem akarja, hogy meggyújtsuk. Mire a hajléktalan azt mondta: minek? Én már megszoktam a sötétet. Ide úgyse jön soha senki. Mire Teréz anya azt mondta:
Ha az én nővértársaim hetente egyszer-kétszer eljönnének, akkor szívesen meggyújtaná? Hajléktalan csodálkozott. Végül azt mondta, ha emberi arcot látok majd ide bejönni, akkor mindig meggyújtom a mécsest. Terézanya nagyon örült, meggyújtották a mécsest, Terézanya imádkozott, aztán elköszönt, elment, és ettől kezdve valóban hetente egyszer-kétszer a nővérek ezt a hajléktalan embert meglátogatták. Eltelt néhány hónap, és egyszer a hajléktalan odaáll a nővérek elé, és azt mondja nekik, nagyon köszönöm, amit értem, tettek. Most már érzem, hogy lassan talpra tudok állni. Újra kezdem az életemet. Csak egy valamit szeretnék kérni, hogy mondják meg annak a legelső nővérnek, aki itt járt, hogy az a fény, amit bennem gyújtott, az még most is ég. Krisztus minket kér, hogy legyünk az ő világossága. Sok ember szívében gyújtsuk fel újra a remény, a hit, a szeretet fényét.